Tehát ebben a Mitsubishi Pajero-val indulunk neki most a sivatagnak, amelyik tulajdonképpen egy gyári autó, 2,5 literes dízel motorral van felszerelve, de ahhoz, hogy azért a sivatagba elmerjünk vele menni, egy pár módosítást lett rajta csinálva. Először is felkerült rá egy csörlő, hogyha véletlen elakadna valaki, akkor ki tudjuk mi húzni. Illetve a legrosszabb esetben mi magunkat is ki tudjuk húzni. Felkerült két elég erős LED lámpa rá, amellyel jól lehet látni. És a legfontosabb egyébként alul a kartervédő, illetve a vonószám, ami kötelező eleme a dolognak, azt rá kellett hegeszteni nagyon stabilan, hogyha valaki megrántja, akár egy kamion, ne szakadjon szét az autó, úgyhogy alul meg van erősítve, illetve a kartervédő is fel van rá téve, amely az egész alját védi az autónak, hogyha esetleg köves vagy fennakadunk valamilyen dűnén, akkor ne legyen problémája. Elektronikailag ugye kötelező elem a GPS például, ez a GPS-nek a vevője, illetve a tetőre is felkerült még három antenna, amelyik a nyomkövetőt hivatott venni. Ugye természetesen emiatt belül is lett egy csomó átalakítás, illetve rengeteg elektronika került be, ugye a nyomkövető, a GPS és az iritrek. Ezek fogják nekünk biztosítani a navigációt, illetve hogy pontosan ne tévedjünk el, illetve a szervezők is látják, hogy mi merre vagyunk. És akkor hátul természetesen itt belekerül a generátor, a kompresszor, pótkerék, illetve olyan elébő dolgok, amik ahhoz szükségesek, hogyha a sivatagba esetleg le kell engedni a gumit, akkor fel tudjuk utána fújni, vagy ha defektünk van, akkor meg tudjuk csinálni, illetve cserélni tudjuk a kerekeket. Speciális emelő, illetve annak a magasítása, és a tetőre pedig az egyéb dolgok, például a homokfutó és a homoklapát, mert sajnos lehet, hogy lapátolni is kell majd a fiúknak, de hát erre majd megtanítom őket.